Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket! Az elmúlt 50 évben nem volt ilyen magas a Duna vízállása, amit a vízügyi igazgatóság prognosztizál a következő napokra. Nem csak Magyarországon probléma ez, egész Európában rendkívüli árvíz készültség van. Önök számára is ismert a németországi, az ausztriai, vagy esetlegesen a csehországi probléma. Ugyanezzel a problémával kell Magyarországon is megküzdeni. Magyarország idén tavasszal már bizonyította, hogy ezen eseteket megfelelően tudja kezelni. Mind az országos szervek, mind a kormány megfelelő előkészítés után áll ezen probléma megoldása elé. Azt is látniuk kell, hogy a védekezésre szánt összegek adottak, fölülről nyitottak ezek a keretek, tehát bármilyen nagyságrendű védekezést, bármilyen nagyságrendű probléma megoldását lehetővé teszi a magyar költségvetés. 1000 kilométer hosszan fognak védekezni, mint egy 5000 emberrel az Országos Vízügyi Főigazgatóság emberei, több millió homokzsákkal és más egyéb árvízzel szembeni technikai eszközzel. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság kezdeményezésére a belügyminiszter rendkívüli készültséget rendelt el Győr-Moson, Sopron megye, valamint Komárom-Esztergom megye védműveivel kapcsolatban. Mindezekkel kapcsolatban és ezeknek a részleteiről Molnár Béla úr, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója számol be Önöknek. Főigazgató úr. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! A jelenlegi helyzetről szeretnék néhány szót mondani. Jelenleg 383 km hosszon van védekezés Magyarországon az árvízvédelmi töltéseken, 286,5 km-en van elsőfokú védekezés, 35,3 km-en van másodfokú védekezés, és 61,6 km-en van harmadfokú védekezés. Ennek a hossznak a gyors és hirtelen növekedésre számítunk. Körülbelül 1000 km hosszon és elsősorban a Duna védvonalain számítunk ilyen jellegű védekezésre. Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a vízügyi igazgatóság 5-6 ezer ember bevonására fognak kényszerülni a védekezés folyamán. Ezt fogja továbbiakban erősíteni az önkormányzati védekezési munka, ahol 18-20 ezer ember bevonására lesz, illetve lehet szüksége a későbbiekben. Illetve néhány szót szeretnék szólni az eddig megtett intézkedéseinkről. Ma reggel 8 órától összeült az Országos Műszaki Irányító Törzs, és tájékoztatást nyújtott már a tegnapi nap folyamán is, és a mai nap folyamán is a fejleményekről belügyminiszter úr részére. Belügyminiszter úr tájékoztatta a miniszterelnök urat a kialakulóban levő helyzetről, valamint elrendelte a rendkívüli készültséget Győr-Moson, Sopron megye és Komárom-Esztergom megyének a védvonalaira. Ellenőriztük az információs és kommunikációs hálózatoknak a működőképességét. Természetesen felvettük a partnerszervezeteinkkel, a katasztrófavédelemmel, valamint a rendőrséggel, illetve a honvédséggel a kapcsolatot és a tervezett intézkedésekre vonatkozóan egyeztetéseket kezdtünk. Bekértük a nyílt ártéri településeknek a listáját, illetve az árvízzel érintett önkormányzatoknak a listáját. Részükre műszaki segédirányító kijelölésére került sor. A védekezési terveket újra ellenőriztük ezeken a helyeken, és gyakorlatilag rendben találtunk mindent, ahol kiegészítésre szorultak, ott a műszaki irányítók ebben együttműködtek az önkormányzatokkal. Különleges területi feladatokat fog jelenteni részünkre a Szigetköz, Komárom és Esztergom környéke, valamint Budapest. A Szigetközben és Komárom-Esztergom környékén az eddig miért legnagyobb vízszintek feletti vízszintekre számítunk. Budapest környékén, illetve Budapest feletti Duna szakaszokon pedig az eddig miért legnagyobb vízszintek közeli vízszintekre számítunk. Ez komoly feladatokat jelent a későbbiekben. Több helyen folyik a védelmi szakaszokon kivitelezői munka, építési munka. Ezeket a kivitelezőket értesítettük a feladataikról. Ilyenkor a területileg illetékes kivitelező az, aki a védekezésért felel. Minden egyes helyre műszaki irányítót rendelt ki a vízügyi szolgálat. Ellenőriztetjük a lokalizációs, illetve kitelepítési terveket, hogyha esetleg bármilyen komoly probléma merülhet fel, akkor ez ne érje az érintett szervezeteket váratlanul.
Természetesen az összes erőforrás felmérése megtörtént, 4 millió homokzsákkal rendelkezünk, terepjárók igénybevételére lesz szükségünk, valamennyi vízügyi igazgatóság területéről a szükséges intézkedéseket megtettük, átvezényeltük a terepjáró létszámot. Az észak-magyarországi vízügyi igazgatósággal egyeztetve, több más igazgatósággal is egyeztetve erőforrás átcsoportosítást tervezünk. Jelenleg Szolnokról vezényeltünk át 160 fő műszaki személyzetet a Győr térségébe, és a későbbiekben is tervezünk átvezényléseket. Elsősorban a pécsi igazgatóságról, illetve Miskolcról, Nyíregyházáról gyakorlatilag hasonló létszámokat tervezünk, valamint a szegedi és gyulai igazgatóságokat pedig készenlétbe helyeztük, tehát láthatóan jelentős erőforrás igény fog felmerülni. Minden védelmi osztagot készenlétbe helyeztünk, és a tájékoztatást is megszerveztük, amelynek első része a mai sajtótájékoztató, és a későbbiekben is rendszeresen jelentkezünk az aktuális események tájékoztatóival. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, főigazgató úr, amennyiben van kérdésük, kérem tegyék fel. Parancsoljon. Lehet tudni, hogy milyen hosszan fog letőzni a Duna, milyen hosszú áradással kell majd felkészülni, és hogy néhány számadatot például a fővárosban milyen magas vízállásra Amit, mint említettem, 1000 km hosszan számítunk védekezési tevékenységre, és ennek a tartama az 14 és 20 nap között lehetséges. Folyamatos az előrejelzési tevékenység, folyamatosan kérjük be a határon túli vízgyűjtőkről az adatokat, és ez alapján fogjuk a védekezési terveinket elkészíteni. Az már biztosan látszódik, hogy ez egy jelentős beavatkozásokat igénylő védekezés lesz, tehát több árvízvédelmi töltés meg van nyitva, ott építési munkák folynak, illetve sziget közben a védvonal alacsonyabb, mint a legnagyobb mért vízszint, tehát ott homokzsákkal töltést kell magasítani. Komárom-Esztergom környékén is nagyon magas vízszintekre számítunk. Szentendrén mobilgát építése van folyamatban, ott különleges figyelmet fog igényelni minden egyes beavatkozásunk, és természetesen Budapest az, amire leginkább készülünk. Budapesten az eddigi legnagyobb vízszint közelében lesznek a szintek, ez 860 cm, tehát jóval harmadfokú szint fölött lesz a Duna vízszintje. A Budapest alatti szakaszokon már lapuló árhullámra számítunk, itt is magas vízállásokkal, de nem ennyire magasakkal. A Margit-szigetet értelemszerűen ideiglenes védművel kell majd körbevennünk, és a római part az, ahol még jelentősebb védekezésre számolunk. Mind a két helyre rendkívüli tapasztalata rendelkező régi árvízvédelemben jártas kollégát jelöltünk ki kapcsolattartónak, illetve műszaki irányítónak. Elsősorban valóban a katasztrófavédelemhez tartozik a polgári védelmi szolgálatoknak a mozgósítása. Mi szerződésben állunk a polgári védelmi szervezetekkel, és számítunk is a segítségükre. Valószínűsíthető, hogy már elkezdődött a katasztrófavédelem irányából az értesítés, illetve a mozgósítás. Parancsoljon! Sziget közre számítunk leginkább, tehát ott töltést kell magasítani. Esztergom, Komárom-Esztergom környéke, Szentendre lesz, ahol komoly védekezési munka fordulhat elő, ott a mobilgátat fel kell építeni gyakorlatilag, illetve hát Budapest környéke az, ahol kritikus helyet nem látunk, de komoly felkészülést, illetve komoly munkákat fog igényelni a védekezés. Hogyha vizuálisan akarjuk elképzelni a dolgot, akkor a jelenlegi szinthez hozzá kell még adni körülbelül 3 métert a mostani vízálláshoz, és akkor innentől kezdve mindenki el tudja képzelni, hogy ez mekkora feladatot jelent. Ugye Budapest jelentős biztonsággal rendelkezik, minden védműve
ezer évente előforduló árvíze van méretezve, viszont vannak olyan helyek, ahol gyengébbek a védelmi szakaszok, vagy adott esetben valamilyen munka folyik, ezeket a helyeket be kell védeni. Amennyiben nincs több kérdésük, úgy köszönöm szépen a részvételt, és további szép napot kívánok. Viszontlátásra! Viszont.